budai fonódó villamosok. Hát ez a rendszer is erősen az ő nevéhez köthető. Vannak azok az emberek, akik már gyerekkorukban ráállnak egy vágányra, és aztán azon robog végig az életük. A mostani propaganda főhőse, Vitézi Dávid is pont egy ilyen életúttal rendelkező ember, hiszen már egész kiskorában a tömegközlekedés zsongott a fejébe. 13 éves korában, iskola után minden délután tulajdonképpen vagy a buszokon töltött, és buszvezetőkkel beszélgetett, kérdezősködött tőlük, hogy mi micsoda, vagy pedig a BKV-nak valamelyik irányító központjában próbálta magába szívni ezt a szakmát. Aztán városfejlesztő közgazdász lett, és már 26 évesen egy gigacéget, a BKK-t vezetett. Jelenleg pedig a Budapesti Fejlesztési Központnak az igazgatója, miközben a közlekedési múzeumot is próbálja tető alá hozni. Hát nyilván remekül lehet vitatkozni róla a családja meg a politika miatt, de azt gondolom, hogy Vitézi Dávidnak mégsem ez a lényege, hanem a kikezdhetetlen makacs, szenvedélyes szakmaiság. Tehát egyszerűen közlekedésszervezésben és városfejlesztésben ő egy igazi profi. Jöjjön Mr. Budapest! Hello, micsoda! Üdv a postapalota tetején. Hello. Igen, ez a postapalota, de most mi lesz a neve most? Budapalota. Budapalota, de ez egy szenzációs hely. Ez egy hihetetlen hely. Hát ez Budának egy elvarázsolt kastélya volt mindig is, és én gyerekként itt nőttem föl, és sokszor láttam ezt az épületet, és mindig elképzeltem, hogy mi van benne. De te is azt gondoltad, hogy olyan, mintha itt egy herceg lakott volna valaki, régen? Igen, valaki itt Buda lakik. Buda hercege. Valaki itt lakik. Most a jegybank újítja föl, és itt fönn lesz egy kilátó, ahonnan lehet majd látni a teret, és aminek én nagyon örülök, és én is próbáltam ebben együttműködni, illetve segíteni, hogy a Csaba utcánál egy új átjáró is fog nyílni a térről a Városmajor felé. Már tervezett. Tehát már. A gyerekkori álmok megvalósulnak. Van budai tudatod? Én születtem fönn. Most a házat innen pont nem látni, de lényegében ott azon a dombon, Filér utca iskola mellett. Ez a tér az a Moszkva tér, ahova mindig minden út vezetett, vagy iskolába ezen keresztül jártam, meg az összes BKV-s élményem valahogy innen indult, ami volt. Nem az, hogy az ember látja a világban, hogy a városok hogy fejlődnek, hogy milyen jó példák vannak Európa nagyvárosaiban, sőt a világ távolabbi tájain, és egyből az jut eszébe, hogy Budapesten ebből mit lehetne hasznosítani, az mutatja azt, hogy Budapest az ember otthona, és bármit lát a világban, azon nem azon gondolkodik, hogy hú, ezt itt hogy lehetne még nagyobbat, még jobbat csinálni, nem tudom, Barcelonában, hanem azon, hogy mit lehetne ebből tanulni és hazahozni Budapestre. Te minek tartod magad, vagy mi a pontos titulusod? Te egy városfejlesztő vagy? Ez egy jó kérdés. Egyszerre közgazdász, közlekedésrajongó, múzeumigazgató, városfejlesztő, vasútfejlesztő, ezek így mind együtt. Ez az egyik olyan vonal, ami teljesen föl lett újítva az elmúlt években. Itt dízelvonat járt, most már ez ugye egy elektromos motorvonat, tehát villamosítva lett végig Esztergomig, kibővült a pálya kapacitása, és lásd csodát, megduplázódott az utasszám. Tehát akkor ez egy teljesen tökéletes a mai kornak ez megfelelő jármű. Ez maga a 21. század. Te föl tudod sorolni például a magyar mozdonyfajtákat, vagy ilyen szerelvényfajtákat, egy szaknevük szerint? Az jó, hogyha ilyen... Ilyen szilig, gigant, meg ilyenek? Persze. Igen, bármi, de ezt felsorolnád? Csak kíváncsi, hogy mik vannak? Hát, hogy mondasz párat? Hát csörgő, szergely, szili, gigant. És aztán, hogy a mozdonyok persze tűnnek el, Deziro, mivel jöttünk, Flirt. Flirt? Igen, ez a márka neve. Ja, ez a márka neve, Flirt, hogy annyira jó vele, hogy itt Flirt. Igen. Jó, de akkor ez a jelen, ez a jövő. Most menjünk át a múlthoz, vettünk jegyet. Akkor milyen vonalat mutatsz most, ami még nem annyira most jó? Most azt, ami az ellenpélda, mert itt ugye megduplázódott az utasforgalom Esztergomba, de a Lajos-Mizsei vonalon ott sokan használják, de csökken. Azért, mert a pálya szörnyű állapotban van, 40-nel mennek a vonatok. És ez az utolsó olyan vonal, ahol még mind a mai napig csak dízelvontatással lehet közlekedni, tehát nincsen felső vezeték. Neked mi van ennyire profi maszkod? Ez a saját? Ez saját, igen. De az mit ez egy BKK térkép rajta. Te
Mikor ez elkezdődött... Te gyártattad ezt le, vagy igen. Ezt te találtad ki? Igen, igen, ez nem kapható sehol. Ez az, amin el lehet magyarázni az összes nagy projektet, ami most éppen dolgozunk. Te hány éves korodban utaztál először vasúton? Van valamilyen emléked? Balatonra jártunk le vonattal, de hogy ez mikor volt először, azt én igazából nem tudom. Gyerekként az biztos, és nagyon-nagyon szerettem, és ez ilyen, szerintem abban, hogy mi a minőségi elvárásom magunkkal, meg a MÁV-val szemben, azt eléggé meghatározta. Édesapám nagyon sokszor elvitt gyerekkoromban Svájcba vonatozni. Svájc a vonatok mekkája. Annak ellenére, hogy a világ egyik, hanem a leggazdagabb országa, ott vonatoznak a legtöbbet az emberek. És nekem is van hasonló, hogy például amikor mentem ott a pici gyerekeimmel vonattal, azért egy kicsit eltátottam a számot, mikor kiderült, hogy mondjuk volt egy olyan vonat, amiben egy komplett vasúti kocsi egy játszótér volt. De volt benne csúszda. Igen. Nézd, Svájc szerintem rengeteg szempontból jó példa. Egyébként azt, hogy emeletes vonatokat elővárosi közlekedésbe kapacitásnevelésre lehet használni, ezt is Németországból, Svájcból hoztuk. Két legfontosabb jármű a világon. Most van egy visszarendeződés? Tehát, hogy most visszatérünk a 19. századhoz, hogy a vasút is hát, fontos? A 19-hez talán nem térünk vissza, de a vasút évszázada van, ez biztos. Látszik, hogy a vasútnál hatékonyabb közlekedési eszköz a mai fogalmaink szerint nem nagyon létezik. A klímaváltozás miatt, amiatt, mert egyre fontosabb az, hogy mégis mennyire szennyezünk, egyre többet mászkálunk, közlekedünk, tehát a kapacitás fontos, ezért a kötött pályának, a vasútnak a szerepe megnő. A mobilitás igények, még úgy is, hogy a lakosság növekedését egy pillanatra figyelmen kívül hagyjuk, folyamatosan nőnek. A vasút az, amelyikben a legjobban lehet ezt kapacitással bírni és kiszolgálni, és egyébként ez nagyon fontos, mert azért a klímaváltozás egy valós veszély. Magyarországnak nagyon jelentős vállalásai vannak abban, hogy mindent megtesz azért, hogy ezt csökkentse, és az üvegházhatású gázok kibocsátását lecsökkentsük. A közlekedésben a vasút erre a legjobb eszköz. Tehát kiskamaszkorodban már tudtad, hogy ezzel fogsz foglalkozni? Igen, de volt olyan időszak, amikor annyira bele voltam szeretve abba, hogy buszokat és villamosokat forgalomirányítsak, hogy erős meggyőződés volt bennem, amiről csak a szüleim tudtak letenni, hogy én nem megyek tovább egyetemre, hanem belépek a BKV-hoz rögtön a gimi után. Úgy indult el a közlekedés iránti szeretetem és érdeklődésem, hogy megkértem azt a nénit, aki vigyázott rám, hogy vigyen ki mindig, és mutassa meg, ahol a buszok fordulnak a másik végállomásán. Aztán, de itt még nagyon kicsi voltam. És aztán utána valahogy ilyen 6-7-8-9 évesen kezdődött az el, hogy már néha-néha egyedül is felszálltam a buszra, és elkezdtem megismerkedni azokkal a buszvezetőkkel, akik itt dolgoztak ezen a vonalon. És aztán ebből lettek egészen sokáig tartó ismeretségek, barátságok. De mit kérdeztél tőlük? Mi az, ami téged érdekelt, hogy milyen buszt vezetni? Hát az ember gyerekként nem ilyeneket kérdez, hanem az, hogy mit csinál az a gomb, miért van az, hogy 15 percre megy ő az egyikre, és mögötte 5 perc múlva jön a másik. És, ja, akkor ez a szervezés rész is abszolút, érdekel. Igen. Aztán viszonylag korán, ilyen 12-13 éves koromban körülbelül, itt a téren volt egy ilyen nyolcszögletű épület, és ott nem csak a buszvezetőknek volt a pihenő helye, hanem ott volt a moszkvatéri forgalomirányító hely akkoriban. Még nem volt műholdas forgalomirányítás, nem volt futár, nem volt semmi, úgy irányították a buszokat itt a moszkvatéren, hogy az a diszpécser, aki itt volt, az kinézett, intett, vagy valahogy egy lámpát fölgyújtott, hogy mehet a busz, az elment, és aztán ő nem hallott róla, fogalma nem volt, hogy mi történt vele. Annyi volt az információ, hogy nem volt mobiltelefon, itt látták, hogy mikor mennyi busz van itt, és akkor ebből az egy információból, hogy itt van-e a busz, vagy nincs, és hogy a dolgok mennek-e, meg nyilván aztán, hogyha valahol lerobbant egy busz, akkor a következő buszvezető elmondta a diszpécsernek, hogy valami gáz van a hegyen. És akkor az addig várt, és akkor az addig várt, így van. Tehát, hogy ez volt a kor technológiai színvonala, és ekkoriban születik meg az a döntés, hogy átállnak még nem a futára, hanem egy egyel korábbi ilyen, egyébként ilyen olasz pizzafutárok diszpécseri rendszerére, amit valami olcsó módon a BKV fű alatt megszerzett.
És akkor ez fölköltözött ide ez a központ, több diszpécser nem csak az, aki lenült, hanem más helyeiről is a városnak, és lényegében elkezdték rádión keresztül irányítani a forgalmat, és elkezdték azt rögzíteni, hogy a buszok hogy járnak egy számítógépes rendszerben. Most azok az emberek életükben most akkor találkoztak először számítógéppel, és ott voltam én, akivel amúgy ismerték, jóba voltak, és lényegében én lettem az, aki ott folyamatosan ott van és segít, és tudja, hogy mit kell kattintani. Jaj, ahhoz, Dávidkám, gyere igen, ide, jaj, igen, Dávidkám, igen. Hogy is van ez? Ez volt. Igen. Az egész működését a BKV-nak belülről éveken keresztül láttam. Aztán erről lebeszéltek, és egy ilyen irányító központba álltál volna. Abszolút, hát lehet, hogy ültem volna, de igen, abszolút. És most lehet, hogy a futárközpontban dolgoznék, mivel semmi baj nem lenne, de aztán végül nem ez lett. Két dolgot csináltam utána. Az egyik az volt, hogy a Műszaki Egyetemen közgazdász lettem, de városfejlesztő szakos közgazdász. A másik pedig, hogy megalapítottunk egy civil szervezetet, és elkezdtük bombázni az illetékeseket azzal, én 17 évesen lettem elnökségi tagot, hogy miként és hogyan lehetne fejleszteni a budapesti közösségi közlekedést, vagy éppen a vasutat. Az első nagy sikerünk az volt, arra nagyon büszke vagyok, hogy 2005-ben, én akkor 20 éves voltam, meggyőztük még Demszki Gábort arról, hogy teljesen rajzoljuk újra az éjszakai buszközlekedés Budapesten. És kidolgoztunk egy teljesen új javaslatot arra, hogy hogyan járjanak az éjszakai buszok, mind a mai napig nagyjából ez a rendszer működik, és meg háromszorozódott az utasszám. És én szerintem a döntéshozók szemébe itt lett először úgy igazán hitele annak, hogy valamit sejtünk arról, hogy hogyan kéne jobban csinálni a tömegközlekedést. A fonódó villamosok ötlete is ekkoriban született meg. Lényegében az egyetemi éveimet felváltva azzal töltöttem, hogy nyilatkoztam híradóknak arról, hogy milyen javaslataink vannak, és voltam az egyik arca ennek a civil mozgalomnak, és mellette igyekeztem azért egyetemre is járni. És például a nagypapád, ugye Erdős Péter, egy kultikus figura. Egy elég ellentmondásos és elég politikus, és elég, amennyire én megértettem, egy nagyon kérlelhetetlen alapállású személyiség volt ő. Van olyan a családban, aki szokott párhuzamokat vonni, de én abszolút nem ismertem, tehát nekem semmilyen emlékem nincs róla. De te örökölhettél erről a vonalról is valamit? Ez az biztos, hogy a családban jócskán voltak olyanok, akik valamilyen szempontból közéleti szerepet vittek, és a politikai spektrumnak nagyon eltérő és távoli végein tették ezt. Hogyan lehet olyan közegben meggyőzni embereket a tömegközlekedés mellett, akik egyébként soha nem használják? Ebben szerintem sokat segített ez a fajta háttér. Itt vagyunk Gyálon, ezért ez egy ilyen könnyűen családi házas környék, de azért 23 ezer ember lakik itt Gyálon. Ez közvetlenül Budapesttel szomszédos település, és most ment el a vonat, tehát biztosak lehetünk benne, hogy nem üt el minket egy, mert óránként jár. Kinek a fejéből pattant, tehát hogy lehetett ezt kitalálni, hogy építsünk egy nagyon-nagyon hosszú vasdarabot, és azon menjen a szekér? Kell valljam, tehát feliratkoztam az összes ilyen Facebook csoport, tehát ugye a Facebook ugye annyira átitatja az életünket, hogy minden vonalnak van már Facebook csoportja, ennek is van, a 142-es vasútvonalon. Ez egy érdekes dolog, mert a MÁV forgalmisták is benne vannak, tehát néha a nagy MÁV-ot kikerülve a tájékoztatás is ezen megy, és beírja, hogy figyeljetek, nem fog jönni a 820-as. És aztán az összes utas megköszöni a dolgozónak, majd elküldi a MÁV-ot a melegebb éghajlatra. De tehát az biztos, hogy az emberek megszerveződtek, és mindegyik vonalnak megvan a saját Facebook csoportja. Ezeket igyekszem követni, de néha reggel fölkelni arra, hogy az ember kinyitja a Facebookot, és ott van egy ilyen egész, tehát valahol történt valami, én attól tényleg rosszul tudom magam érezni, és néhány MÁV vezető tudja, hogy meg is osztom velük ezt néha, hogy ezt látom. Nézzétek meg, abszolút. Az autókat te nem nagyon szereted, ugye? Ez így nem igaz. Hát, azt hiszem, a városban autót vezetni az én megélésemben egy stresszes dolog, és ráadásul időpocsékolásnak élem meg. Tehát az, amikor az egyes villamoson ülve elmegyek a dugóban el a Hungária körút mellett, ott tényleg elgondolkodom, hogy embereknek hogy van erre ennyi idejük. Tehát én ezt sose értettem, és mivel tömegközlekedést használok gyerekkorom óta, azért alapvetően, amikor lehet, tömegközlekedem. Mennyire megnézzük, autózunk egyet. Neked sose jutott eszedbe, hogy elmenj innen? Dolgoztam külföldön így rövid időszakokat, miután a BKK-ból eljöttem, de az, hogy ki is költözzek, az úgy erősen nem merült föl.
a BKK vezetőjeként azért elég aktívan részt vettem a nemzetközi közéletbe. De nyilván ez abban segített, hogy amikor itthon éppen nem annyira volt dolgom, akkor tudjak azért külföldön is valamennyit dolgozni, de azért hazahúzott nyilván család is, meg az a lehetőség, ami utána viszonylag gyorsan jött, hogy a közlekedési múzeum projektet, ami akkor lényegében nullán állt, azt összerakjuk és elindítsuk, ez nagyon nagy vonzerő volt. Megérkeztünk, itt vagyunk Kőbánya, ez Budapestnek, ez a Chinatownja, nem? Ez abszolút a Chinatown, ez itt az új kínai negyed és a régi ganzgyár, a régi kínai negyed, de mind a kettő él és a maga módján virul. Há, és neked ehhez a környékhez mi közöd van? Közlekedési múzeum, ami itt van Kőbányán, ez a mi épületünk itt, a dízelcsarnok. Ez 60-as évekbeli, látsz, ezek a V-tartók, ezek itt szimbolikusak. Igen. Itt megyünk be jobbra most, mindjárt ezen a kapun. Itt állj. És akkor beegyenesen. Ez a főterem, igen. Hát ennek is szép méretei vannak. Itt egy tolópad működött, amelyik a fővonalról beérkező mozdonyokat bemozgatta a különböző vágányok között, és mondjuk, hogyha ezen a vágányon tartották karba, vagy itt csináltak valamit, akkor a tolópad beállt ide, a mozdony legurult, beállt ide mondjuk a hátunk mögé, és aztán az a tolópad. Az a tolópad. És azon a tolópadon rajta volt egy mozdony. Így van. Így behozta ide, és aztán ide. És ezt a múzeumban szeretnénk. Milyen méretek, tehát ebben az a durva, hogy milyen méretek vannak. És újra működőképessé fogjuk tenni, tehát a múzeumban működő tolópadot szeretnénk. De akkor hol állt a kezelő? Hova kell állni? Ott, ahol az a kezelő asztal van. Erre rá lehet répni, ezt be nem vagyok biztos. Hát lehet, hogy... Ja, így ott onnan állt, és ezzel kell... Ezzel? Igen. Meg ezzel indult. Tényleg most elindul. Nem, azt nem fog. És itt van egy 60 éves drótkefe. Tehát darabokra szedték a mozdonyt, minden elemét vagy kicserélték, vagy felújították, jellemzően inkább felújították, majd újra összerakták, visszament a tolópadra, a tolópad betolta a fényezőműhelyre, műhelybe lefestették aztán pirosra, itt fényezték a mozdonyokat, és utána mehetett az útjára. Te hogy látod, a te korosztályodban valóban sokkal erősebb a... akár a politikában, akár a gazdaságban, a karrierizmus, karriervágy, mint a valódi szakmai tudás? Mert pont a te személyedet illetően is nagyon sokszor az véd meg téged politikától, vagy bármitől, hogy el szokták ismerni, hogy na jó, de hát a vitézi baromira ért ehhez. Hát ő ért a legjobban. Ilyet nem mondanék, hogy korosztályosan nincs szakmai tudás, ez szerintem nincs is így. Inkább azt érzékelem, hogy a legjobb szakemberek azok alapvetően óckodnak a közszférától, óckodnak a bármitől, ami politikához valamelyest is közel van, már pedig, hogy mondjam, vasutat nem lehet máshogy csinálni, mert csak a közszféra tudja fenntartani. Amit látom, hogy nagyon nehezen élnek meg a fiatalok, néha én is, de ez egy ilyen műfaj, hogy minden, amit csinálunk, az 5-10, néha 20 év alatt érik termőre, és éppen ezért, mert a döntéshozatal olyan, hogy sokszor változnak a prioritások egy éven belül is, nem hogy 5-10 év alatt, sokszor történik olyan, hogy valamint nagyon sokat dolgozunk, és nem lesz belőle semmi. Tehát most jelenleg azok a projektek, amikben benne vagyunk, ez a közlekedési múzeum, 4 éve dolgozunk rajta, azon először, hogy megkapjuk ezt a helyszínt, aztán egy nemzetközi építészeti tervpályázaton, aztán a közbeszerzésen, aztán azon, hogy a forrást megkapjuk a tervezésre, aztán a tervezésen, és még mindig van előttünk legalább 5 évnyi munka, hogy itt megnyisson egy közlekedési múzeum. Dolgozunk azon, hogy felújítsuk mondjuk a Lajos-Mizsei vasútvonalat, ahol most együtt is jártunk. Mostantól számítva 7-8 év az, hogy ez ott átadható legyen tervezéssel, engedélyezéssel, kivitelezési tenderrel, kivitelezéssel együtt. És aki az életét úgy képzeli, szervezi, vagy olyan példákat lát más ágazatokban, hogy 1-2 évnyi munka után egy munkahelyen már van olyan eredmény, amit így föl lehet mutatni, és megyek tovább, megyek máshova, az nehezen talál gyors sikereket ebben. Az infrastruktúra fejlesztés, meg egyetlen a közlekedésnek ez a szegmense olyan, hogy
amit az ember elkezd, azt valószínűleg más fogja már befejezni, és sokszor olyasmit fejezel be, amit nem is te kezdtél el. Én azt megértem elég közelről, hogy amikor a BKK éléről távoznom kellett, utána 3 éven keresztül szinte minden héten átadtak valamit, amin előtte rengeteget dolgoztam, és aztán láttam a hírekben, hogy nem tudom, elkészült az egyes villamos, hogy átmenjen Budára, vagy a fonódó villamos elkészült, a fonódó villamos átadó ünnepségén, engem meg se hívtak. Ott nem voltál jelen? Nem. Wow. Tehát, de hát ez ilyen műfaj. Közlekedési múzeum rendkívül értékes járműparkja, tehát régi villamosok, buszok, trolibuszok, mozdonyok, és ki tudja még mi minden jár, rengeteg autó van, motor van, meg nagyon sok műtárgy a múltból. Ezek mind jelenleg különböző raktárakban vannak elhelyezve, most is egy ilyenben vagyok, és utána ezek át fognak menni majd az új épületbe. Ez például egy bengáli Bece nevű villamos, ami a 60-as, 70-es években volt rendszeresítve Magyarországon, és ezt pont Szegeden teljesített utoljára szolgálatot. Ez már a közlekedési múzeum egyik főcsarnok, ahol mászkál? Ahol vagyunk, ez a közlekedési múzeum főcsarnoka lesz. A kiállítás körülbelül idáig tartana, egészen onnan a főbejárattól, és itt lenne egy olyan pihenő rész, ahol van egy mosdó, ahol időszaki kiállítások vannak, és ahol van egy kávézó. Ez egy egyedülálló dolog az, hogy egy háború utáni ipari csarnokot megmentsünk és kulturális funkcióra átalakítsunk, ebből nagyon kevés van még a világban. Az a nagy szerencse, hogy mire ezt bezárták 2009-ben, globális gazdasági válság volt. Ha ezt 10 évvel korábban zárják be, most itt egy lakópark lenne. Lényegében a nyertes terv, egy nemzetközi tervpályázatot bonyolítottunk le, amit egy New York építésziroda nyert meg egy magyar partnerrel közösen. Hihetetlen jók, a High Line például ők tervezték New Yorkban. És azt látjuk, most már azért együtt dolgozunk a tervezőkkel jó ideje, azt látjuk, hogy a részletekre nagyon figyelnek, és elképesztően magas minőséget hoznak, és nagyon figyelnek arra, hogy amennyire csak lehet a régi hangulat megmaradjon, ugyanakkor teljesen 21. századi múzeumi élményt adjunk. De mindenhol inkább ember szempontból próbáljuk ezt nézni, tehát nyilván itt lesznek a járművek, tehát nyilván nem lehet őket megkerülni, és nem is akarjuk, de alapvetően olyan kiállítást szeretnénk, ami arról szól, hogy az emberek élete hogyan alakult ettől át, hogy egyre nagyobb távolságokat tudtak leküzdeni, egyre kevésbé kötöttek ahhoz a helyhez, ahol születtek, egyre nagyobb mobilitás vált lehetővé. Minden, amiről azt gondolták a világháború után, hogy ez a modern, ez a jó, ez az innovatív, arról kiderült nagyrészt, hogy káros és szennyezi a környezetet, és ma abban élünk, hogy ami tömegessé vált, az nem fenntartható. Mikor jöhetünk ide, mint látogató? Úgy megy, ahogy szeretnénk, akkor 2025-re ezt itt meg lehet nyitni. Ha az összes projektet, ami most dolgozunk, valamilyen szinten dolgozunk, azt így egymás mellé teszem, hogy mikor a reális, hogy megépül, akkor mire mindennek kész vagyunk, nagyjából ingyen utazom a BKV-n. De a... ez ilyen, de az, hogy az ember konkrétan ebben hol van, tehát az meg szerintem... Tehát senki nem olyan fontos, és nem is szabad, hogy az ember egy ilyen személyes küldetéstudattal ezt így átítassa, mert egy ponton túl ez teljesen egészségtelen. Tehát szerintem, hogyha dolgokat el lehet tologatni jó irányba, elindulnak olyan folyamatok, amik aztán görögnek tovább hosszú éveken keresztül, tehát nem gondolom azt, hogy csak attól lesz jó vasútfejlesztés, hogyha én foglalkozom vele, és ez nincs is így. Tehát az tök természetes, hogy most rengeteg projektet próbálunk előrevinni. Ez a járvány érdekes módon azt a helyzetet előidézte, hogy több Európai Uniós fejlesztési forrás lesz valószínűleg, mint eddig valaha volt Magyarország számára. Tehát egy csomó olyan dolog, amit elindítottunk, az talán tényleg meg is tud a következő évtizedben valósulni, ezen leszünk. És aztán, hogy az ember ebben hol milyen szerepet vállal, meg hova sodorja az élet, hol kap feladatot, azt pedig majd meglátjuk. Tilla és a propaganda biztonságos közlekedését a Volvo XC60 támogatja. A propaganda támogatója a MOL.